Jó reggelt mindenkinek, hamarosan kezdünk. Egy perc múlva. Jó reggelt! Szép jó reggelt mindenkinek! Eme hóeséses téli napon, na jó, viccet félretéve, hétvégén megérkezett a tavasz, csak még egy kicsit tréfát űz velünk. Itt láthatjátok a jobb oldalt a mai témát, és bal oldalt a tegnapi rajzomat, amit egy kicsit felturbózva még befejeztem a nap folyamán. És egyben mutatom nektek, hogy ha ti is rajzoltok, akkor azt szeretném kérni, hogy írjátok alá a képet, jelöljétek meg, hogy hol vagytok, írjátok rá, hogy hashtag 30 rajz otthon, és hogy hanyadik napnál tartunk. Ez a mai lesz a negyedik nap. Ugye nagyon érdekes, hogy kiderült, hogy Németországból, Hollandiából, Angliából is rajzoltak velünk. És milyen jó ez a globalizációnak ez a találmánya, hogy így elérhetjük egymást, és tudunk egymásnak segíteni. Többek között ezzel a rajzzal is, és azzal, hogy értékes időt töltünk el együtt, miközben különböző helyeken vagyunk a világban. Nagyon megdicsérném a tegnapi rajzolókat is, meg hát az előttieket, mert rengeteg rajzot kaptunk, amit az online rajztanítás és workshopok csoportba töltünk föl. Arra kérek mindenkit, hogy aki ma velünk tart és rajzol, szintén csatlakozzon ehhez a csoporthoz, és ott tudja bemutatni a képeit. Ezt mondtam tegnap is, meg azelőtt is, de most is mondom, hogy azt találtam ki, hogy ebből a gyűjteményből, ami most így alakul, csinálok a 30 nap végén egy online kiállítást, ahol kint lesz mindenkinek a képe, és a legjobbakkor pedig művész kollégáimat fölkérem, hogy válasszanak ki párat, és a általam készített budapesti ajándéktárgyakból, amiket a weboldalam webshopjában meg is tudtok nézni, kapnak sokan ajándékokat és díjazást, úgymond. Mert én is szeretném valahogy megköszönni, hogy itt vagytok, és hogy ebbe a nehéz időszakban lelkesen rajzoltok velem. Ez számomra is egy rettentő nagy öröm. Hú, egy olaszországi bejelentkezésünk is van. Szia, Niki, Olaszországból. Remélem, jól vagy, és tényleg otthon maradsz. Jaj, gyerekek, emberek, bírjuk ki, és túl leszünk ezen is. Akkor egy vitamindús mai feladatot választottam.
egy citromot, vagyis hát pontosabban kettőt, egy kicsit beje fordultam, nem, jó volt az így az előbb. Ugye, amint mondtam, én teljesen más nézőpontból látom ezt a kompozíciót, mert a kamerán, ugye nem tudom a fejemre szerelni, meg akkor, ahogy kapkod, nem a fejem, elég idegesítő lenne. Így viszont ti is látjátok, amit én rajzol, kicsit más szemszögből, de azért a lényegét fogjátok látni ennek. Na, miről van itt szó? Citromok. Világ legegyszerűbb formája, mondhatnánk, egy gömb két kis nyúlánkkal, de abban a pillanatban, hogy ketté vágjuk, ez már egy kicsit bonyolultabb lesz. De hogyha nézzük a gömböt, az sem olyan egyszerű lerajzolni, hogy itt nézzük, hát van egy forma, amiben különböző finomságok rejlenek. Ugye vannak pöttyök a citromon, ezt nem fogjuk lerajzolni, mert felesleges. Amit a citromnak az alakja lényeges, a két végén lévő kicsúcsosodása, ami most így nekünk majdnem merőlegesen van a nézőpontunkra. Ezen kívül, hogy ezt a formát meg tudjuk mutatni, hogy ez valóban gömb, és nem csak egy kör, ahhoz majd a fényeket kell megmutatnunk, ami itt kettő van, a ablak és a lámpa fénye. Hát a mögött van egy ablak, és ez az árnyékos felület, ami a forma görbülését okozza. Lehet, hogy erre nem lesz itt időnk, hogy mindezt lerajzoljuk, de az alapokat megcsináljuk együtt, és utána mindenki lefotózza ezt a képet, és az alapján tud majd otthon dolgozni a képén, amit nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből ma. Lehet színeket is használni, tehát nem kell elbújni, tehát a fekete-fehérnél megállni, hanem érdemes, aki szeretne színeket, mert több vállalkozó volt, az nyugodtan használjon. Akkor tegnap volt egy kérdés még, arra az elején válaszolok, bár itt most gömbformák lesznek, de azért a perspektíva itt is fontos. Hogy valaki kért egy segítséget, bocsánat, hogy névre most így nem emlékszem, hogy hogyan lehetne a perspektívikus problémákat, tehát hogy az irányokat pontosan megtanulni, hogy is működne. Volt egy olyan, ugye ennél a feladatunknál, néztétek, itt mutattam, hogy a fényképezőgépnek az ajtaja, ami itt ki van nyitva, és a fényképezőgépnek a teste, ugye, hogyha ebben a nézetből nézünk, akkor azt látjuk, hogy egy hegyes szöget alkot egymásra, amit itt egy két vonalban, két vonalban mutatva, így néz ki. Pedig ez egy derékszög. Hogyha felülről nézzük a képet, akkor ez így néz neki. Csak mivel, hogy el van, tehát a térben elfordulva ez a testünk, elfordítottam, ezért úgy néz ki, mintha ez hegyes szög lenne. De mégis ez egy derékszög, csak másként látjuk. Hogyan tudnánk ezt gyakorolni? Ezen gondolkoztam, és hát szerkeszthettem volna egy példát, kivágva papírdobozból, de bevallom, nem volt rá idő. Ezért mindenkinek, akinek van otthon egy Rubik kockája, és remélem, hogy sokaknak van, vegye elő, és most én rajzolni fogok egy Rubik kockát, és annak a segítségével ezt a perspektívát tudja tanulmányozni. Mert ugye lerakjuk ezt a kockát magunk elé, ez így néz ki, de vannak ugye a köztes vonalai, amik
ugye a térbe hátrafele mennek. És ezek lesznek a mi kis segítségeink. Abban a pillanatban, hogy lerakod, ez a földre elé, tehát a nézőpontod alá, akkor ez a pont lesz a legközelebb hozzád. Innentől kezdve az összes vonal, ami ugye ez, meg ez, ezek hátrafele mennek, indulnak el. Ezek valahol a végtelenbe, tehát hogyha meghosszabbítanánk őket, akkor valahol a végtelenbe találkoznának itt, és az a jó hírem van, hogy ennek a meghosszabbítása, tehát ami egy síkon van, ezzel a vonallal, meg ezzel is fog a végtelenbe találkozni. Nagyon messzi. Így hát, köbbek között azt is elmondom, tehát ugye három felületünk van, amit itt látunk, ez most beszínezem gyorsan három színre, hogy térbeli rajzként láthassuk. Ez a kék. És hát még szürke szín van itt késznél, akkor ez a szürke. Na, ilyen színű Rubik kockát se láttatok még. Tehát ez a három síkunk van, és ezek a köztes vonalak segítenek megmutatni a perspektíva irányait. Ezek segítenek látni, hogy merre megy fölfele. Ugye a függőleges vonalak, az osztások, azok függőlegesek. De hogyha közelebbről megnézitek, vagyis nem annyira közelről, akkor azt láthatjátok, hogy ez a két vonal, tehát ez, legyen A meg B, ezek összetartanak távolba. És ezek is. És hogyha megnézitek, ezek a köztes vonalak pedig a kettő vonal között fognak a végtelenbe elmenni. Mint ahogy az összes oldalán is, tehát a CD vonalnál, vagy az E vonalnál is. Ugyanez a helyzet. Hozzáteszem, ez derékszög. Ez is derékszög. Ez is derékszög. Ez is derékszög. És mindegyik sarka derékszög, ugye a Rubik kockának, hiszen a neve is mondja, hogy ez egy kocka. Viszont, ahogy térbe lerakjuk, ez megváltozik. És ennek a kis egyszerű segédletnek a segítségével, hogyha előveszitek otthon, tudjátok tapasztalni, tehát tudjátok kutatni a perspektívának a változásait. Tehát, hogyha lent rakom, akkor így néz ki, ha följebb rakom, akkor magasabb, hogyha fényképezőgéppel vagy a mobiloddal lefotózod, az halszemobjektív, akkor alig fog látszani az csak egy vagy két oldala, mert olyan torzítást tesz lehetővé az mobil objektíve, mert minél többet szeretne befogadni a képből, és így tovább. És hogyha ezeket nézitek, meg tanulmányozzátok különböző nézetbe, akkor fogjátok látni, hogyha itt van az én kockám, akkor a derékszög, itt most éppen egy ilyen keskeny szöge, még egy, ez hogy hívják, széles szögé, nem úgy hívják, változik a mi nézetünk szerint. Na de térjünk vissza, tehát ezt tudom adni segítségként, remélem, hogy hasznos volt. Visszatérnék a mai feladatra, mert azért múlik az idő, és maradjunk a citromoknál, most per pillanat. Annyi segédletet még rajzolok itt előre, hogy ceruzával, hogy ugye miről van szó? Van egy citromunk, látszódik, aminek van egy, ami egy gömb, egy középtengellyel, olyan, mintha a citrom két végét lenne egy, tehát egy, mint egy forgástes lenne, és ott keresztül lenne döffe rajta egy kis pálcika, és ott meg tudnánk forgatni a citromat. Most ez nekem pont merőlegesen van az én nézőpontomra,
De abban a pillanatban, hogyha ez mondjuk felém néz, ez a fönti citromnak a fönti része, akkor most próbálom berajzolni térbe, ugye ez itt nem látszódik, ez szaggatva van, és az alján lesz a másik vonal. Látszik? Ez a, és akkor ott megy majd ki a térből. Így. Akkor itt van a két fölvágott citromunk, ami ugye egy lapos felület, két lapos felület keletkezett, ami szintén úgy van, hogyha ezt a citromot nézzük, hogy ó, megjött Murci, cica, légy szíves, segítsél egy kicsit a rajzban. Igen, segít. Hál' Istennek nem szereti a citromot, akkor már megette volna. Szia, Murci! Most az ölembe ülve próbál segíteni. Tehát, hogyha ennek a tengelyét nézzük, igen, mert hogy tengelyről van szó, hallottuk már ezt a szót, ugye a középtengely, az arcrajzolásnál. Hogyha ennek a tengelyét nézzük, közben a macska lögdösi az állványt, akkor ez így néz ki. Mennyi? Ne, cica. Így néz ki. És ott egy macska lábat lehet felfedezni nyomokba a képben. És ja, gyere már ki a képből te. Jó, tehát a tengely az így van, és ezt vágtuk itt ketté. Tehát egy gömböt képzeljünk el, amit ketté vágtunk. Aminek a középtengelye, itt mutatja a citrom közepe, aminek ez a pontja. Akkor ezt ide rakom, mint tanulmányrajzot. Hát kérdés, és akkor itt kezdek el rajzolni. Van egy tányérunk, amin ez a kompozíció szerepel, de először szerintem egyszerűbb, hogyha megrajzoljuk a legfőbb formát, a nagy citromunkat. Ugye ennek a tengelye kicsit fölfele áll a gyümölcs teteje. Igen. Itt jön ki a tengely, és innen indul. Ez itt ugye szaggatott vonalnak néz ki. Akkor előtte van a két fél citrom. Próbálunk azért megfelelő pontosságú instrukciók alapján elindulni, de hogy azt kell, hogy mondjam, amit már tegnap is elmondtam, hogy azért vagyunk itt, a macska azért, hogy megbillentse az álmát, de mi azért vagyunk itt, hogy élvezzük ezt az együtt töltött fél órát, és nem azért, hogy fotorealisztikus képet alkossunk, mert rajzolni nagyon-nagyon jó dolog, és ez a legfontosabb pillanat nekünk. És amiket én itt elmondok, azok szépen majd beépülnek nektek, és majd meg fogjátok látni, hogy a 30 nap végén mennyi fejlődés lesz a rajzatokban. A háttérben rengeteget segít a macskám, hát is nem látszik, mert akkor a nevetéstől itt nem tudnátok rajzolni. Ugye itt is van egy másik gömb, amit megrajzok. Itt van a középtengelye ennek a másik gömbnek. Itt van az egyik citromnak a középtengelye. Ugye? Ugye ez itt szaggatott, és csak odáig tart. Pics-pics. Nem tudom, látható, és hogy érthető-e, amit mondok.
És akkor ez megvan, akkor én most fogom a tányért hozzárajzolni. Kicsit átlóg a másik oldalra, de semmi baj. És akkor ez meg is van. Ami még nagy segítség nekünk, hogy mert amit itt most rajzolunk, hát az sok minden lehet. Akár egy óra is lehetne, mintha óramutatókat láthatnánk. Ami nagy segítség nekünk, hogy körbevettük a tányér karimájával ezt a kompozíciót, és kicsit befoglaltuk, ami nagyon halványan látszik. Kedves Kata, igen, vissza lehet nézni későbbiekben, és kedves Zsuzsa, azonnal váltok egy erősebb ceruzára, hogy jobban látszódjon a rajz. Így jobb. Kedves Kata, mind a esemény, mind pedig a zárt csoportunk alatt megtalálja majd későbbiekben ezt a videót. Várom szeretettel. És holnap is itt leszünk. Kedves Zsuzsa, így látszik már? Akkor egy kicsit elveszem a kezem, jó? Igen, ez egy nehéz helyzet, mert elég sötét van kint is, és pontosan belőni, hogy a modell is, a maga a rajzszüzet is elég nagy fényben legyen, ez nem egy könnyű dolog. Azért hagynám így, mert szépek az árnyékok, amit látom a füzeten is. De holnap majd ezt kivédem valahogy. Na tehát van egy befoglaló formánk, ami a tányér. Ezt kitöltöttük ezzel a három tárgyal, a két fél citrommal és a egész citrommal, és hogy most, mivel vannak ilyen különböző határaink itt, amikbe tudunk kapaszkodni, ez a tányér kerete, meg maga a három citrom darab, be tudjuk rajzolni az árnyékokat. Azt látjuk, hogy itt az árnyék hátul egészen a citrom végétől indul ki, és bekanyarodik ide. Ugye? Akkor azt látjuk, hogy lent fölkúszik a citrom árnyék a tányér peremére, aztán besuttyan ide a citrom alá. Az alsó citromnak meg egész lent kezdődik a árnyéka, és így néz ki. Na hát megvan az alap, még azért foglalkozzunk arra, azzal, hogy hogy is határozzuk meg a középpontját egy ilyen ellipszis alakú formának, ami ugye a két fél citrom lapja mutat. Úgy tudjuk, hogy meghatározzuk azt a két tengelyt, tehát meghatároztuk azt a tengelyt, ami ugye kilóg, tehát amin forog, mint forgástest, ugye ennek a nagy citromnak itt van a tengelye,
ennek itt van a tengelye, ennek meg itt van a tengelye. Ezt én be is rajzoltam ide. Ez azt jelenti, hogy ennek egy, ehhez egy merőlegest rajzolunk. Az lesz a kereszt tengelye. Itt. Hosszanti tengelye. És erre merőleges a magasság tengelye a citromnak. Viszont, ha megnézzük, én itt már is rosszul rajzoltam, az elipszisnél, ha térbe van, az alja, ami felénk közel van, az sokkal nagyobb, mint a teteje, tehát már is rosszul rajzoltam. Tehát itt fönt mutatom. Tehát, hogy egy öblösebb az alja, és hogy a teteje egy kicsit laposabb, hogy is mondjam. Tehát íveltebb az alja, és az teteje pedig laposabb. Tehát valahogy így van a föntinek a meccés pontja. És akkor ami itt van keresztben, annak is ugye beállítottuk ezt a tengelyt, és nagyjából pont így helyezkedik. Ez a legszélesebb pont, és akkor valahogy így van a legmagasabb pont. És ha megnézzük, ez a távolság, ez nagyobb, mint a fönti távolság. És ez a távolság is nagyobb, mint ez a távolság. És akkor ott van valahol a citrom közepe. Hát, hogy most a redőket, ami a citromgerezdeket külön választja, azt hogy rajzoljátok be, azt mindenkire rábízom. Én jó, tehát mindenkire szabad kezet adok, hogy úgy rajzolja bele a magokat, ahogy szeretné. Én ilyen apróságokon nem szoktam fölnakadni, bevallom. És akkor a citrom külső, tehát ahogy berajzoljuk a gerezdeket, és a citrom külső héjától beljebb fogunk egy ilyen virágformát rajzolni, ami megadja a két szélét a gerezdeknek, megadja azt a vastagságot, amit a citrom héja ad. Itt is, csak itt ugye, mivel laposabb a nézetünk, ez nem annyira feltűnő jelenség. És akkor ezeket a vonalakat itt beljebb húzzuk. Na most már jó kussza lett a képünk. Itt az ideje, hogy tele van vonalakkal. Én ezt szeretem, mert ad egy szerkezetet a rajznak, amit csinálunk. Sokan nem szeretik ezt, de minden esetre lehet, tehát használható. Húha, mindjárt letelik a fél óránk, akkor lehet, hogy ezt egy picivel hosszabb lesz, mint az eddigiek. Elnézést, ha sokat beszéltem. Egy fekete tustollat használok. Nekem ugye ez a szakmám, hogy rajzoló vagyok, tehát rengeteg ilyen eszközöm van. Akinek nincs, az fic tollat tud használni, vagy pedig golyós tollat. Ugyanúgy alkalmas mindenre. Úgy látom, hogy 10 perccel tovább tartjuk, elnézést. Akkor kihúzzuk azokat a vonalakat, amik a formát körbeveszik. Ugye én jobban rálátok az oldalára, azért fog itt több látszódni, miközben a kamerán látom, hogy nem látszódik ez a pereme. Koncentrálok, azért maradtam csöndbe, de hogy
így tudjuk behúzni tetejét. Lehet játszani a vonalakkal, nem kell pontosnak lenni. Ugyebár itt most alkotunk, és szabadságunk van abban, amit csinálunk. Azzal, hogy oda-vissza húztam a vonalakat, egy kicsit a citrom faktúráját is próbálom mutatni, hogy ezeket a sejtszerű belső cellákat, amikben üldögél a citromlé. Na, rajzolunk kellőképp sok. Kedves Erzsébet, később is meg lehet nézni a videót. Természetesen itt ide is felrakom az esemény alá, és az online workshopok és rajztanítás nevezetű zárt csoportba is meg tudja nézni. De mindezt itt az esemény alatt is vissza tudja keresni. Kedves Katalin, így van, nem sietünk sehova, hiszen otthon vagyunk. Itt jön most az árnyékolás, de behúztam a körvonalakat, itt van a egyik vetett árnyék, akkor itt van a másik vetett árnyék. Így, né? Ez elkészült. És már mondtam az előző napokban is, hogyha gömbformát szeretnénk árnyékolni, akkor a forma sajátosságait megmutatva követjük a vonalunkkal, amiket ha vonalas rajzról van szó, természetesen, tehát a vonalainkkal követjük a formát ezekben az árnyékolásnál. Tehát én, amikor itt vonalakat húzok, ívesek lesznek. Hát itt alul nem annyira sikerül, de majd rendbe rakom. És lehet az kicsi vonal is, tehát nem kell hosszúnak lennie. Tehát a vonal hosszúságával és az irányával tudom szemléltetni, hogy ez a forma merre görbül. Akkor nekem van pár speciális eszközöm, ez a szürke színű filctól, ezzel berajzolom ide a vetett árnyékot. Van több fiszolom is csak. Ez volt itt kéznél, és ez a jó árnyékoló filc. Így. És akkor ahol itt árnyékot mutattam, ott is egy kicsit megerősítem. Hoppá, képet. Én is hibázok, amit látjátok. De nem az a lényeg, hanem hogy együtt rajzoljunk.
Így né. Így né. Na, hát szerintem ezt most itt én abba is hagyom. Mert eljutottunk egy olyan szintre, ami elfogadható a számomra is, és délután még visszatérek rá, és egy kicsit kidolgozom, hogy majd felrakassam a csoportban, és meg tudjam mutatni nektek, hogy milyen is lett az, amikor én ezt véglegesnek tekintem. Remélem, hogy élveztétek ezt a mai témát, és hogy van otthon citromotok, és igyatok sok citromos vizet, meg vitamint, mert szükséges ezekben az időkben. És várom mindannyiótok rajzát, és a gyerekeitek rajzát, és a nagyszülők rajzát is, mint azt sokan elküldték eddig. És nagyon izgalmas anyag gyűlik most össze ebből, amit, mint mondtam, egy kiállítás formájában fogunk bemutatni, természetesen online. És hogy nyeremények is várnak azokra, akik részt vesznek, és minden nap kitartással rajzolnak velem együtt. Ne felejtsétek el a zárt csoportot, hogy oda tudjátok feltölteni a képeket. Ez a www online workshopok és rajztanítás nevezőtű zárt csoport. Ne felejtsétek azt se, hogy amikor megrajzoltátok a képet, ugye ez most az előző napi, írjátok alá, írjátok rá, hogy 30 rajz otthon, vagy hanyadik nap, ez a negyedik nap, de én most föl is írom inkább erre. Tehát hashtag 30 rajz otthon, fölírom rá, hogy negyedik nap. Nap. Aláírom. És ráírom, hogy hol is vagyok per pillanat. Itt leszek végig. Leányfalun vagyok. Ez egy érdekesség, hogy megtudjuk, hogy ki hol kapta el ezt a műsort, és hogy hol rajzol együtt velünk. Mindenkinek köszönöm, hogy részt vettetek a mai napon, a rajzórámon. Holnap újra találkozunk, és remélem élveztétek, és várom akkor a rajzokat. Aki még annyit elmondok, hogy aki szeretné ennél jobban elmélyíteni a rajztudását, annak hamarosan egy professzionális rajztanítás csomaggal kedveskedek, mindezt a www.szoboszlaiandrás.com-on meg tudjátok nézni, és ott tudtok jelentkezni, hogyha érdekel egyelőre. Szép napot mindenkinek, sziasztok! Holnap találkozunk 10 órakor, és maradjatok otthon!